Ha nem egy vadonatúj azon a héten gyártodott abroncsot vásárol a gumiabroncs kereskedőtől, akkor korábbi gyártású abroncs teljesítményszintje lehet-e alacsonyabb? Függetlenül attól, hogy a gumiabroncs kereskedő minden szabványt betartva tárolta azt a gumiabroncsot 1, 2, 3 vagy akár 5 éves koráig. A következő kísérletben bemutatjuk a mérését a gumiabroncs keménységnek, és ezáltal tudjuk azt igazolni, hogy van nekünk egy friss gyártású abroncsunk, ami néhány hete készült, van egy 2 éves gyártású abroncsunk, és van egy 5 éves gyártású abroncsunk, és ennek a három abroncsnak az eltérő koruk ellenére a keménységük ugyanakkora lesz. Tehát, hogyha egy gumiabroncs a gyártók által előírt szabványos módon kerül tárolásra, abban az esetben a gumi alapanyagnak a teljesítményszintje, az összetevői, a tudása nem fog csökkenni. Ennek a mérésére a mai kísérlet során egy úgynevezett keménységmérő eszközt fogunk használni. Ez egy sor A keménységmérő műszer, ugye egy dinamikus keménységmérésről van szó, ami azt fogja nekünk megmutatni, hogy a keménység függvényében a műszer alján lévő mérő tüske mennyire tud benyomódni magába a gumi alapanyagba. Mérő tüske minél jobban be tud nyomódni a gumi alapanyagba, annál puhább a terméknek a keménység. És ugye itt azt kell feltételeznünk, hogy ám bár van 5 év különbség gyártás szempontjából a két szélső érték között, de a keménységérték ettől függetlenül ugyanaz lesz, mint a három terméknél. Ugye a gumiabroncsok életkorát az oldalfalukon található DOT karaktersorozat utolsó 4 karakteréből tudjuk megállapítani, tehát azt mondhatjuk, hogy az iparági norma azt mondja nekünk, hogy 3 éves koruk friss gyártású egy termék, 5 éves korukig új, és 10 éves koruk után javasolt lecserélni. Fölmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy 5 éves terméket vásárol meg valaki? Egyrészt bemutatjuk, hogy az 5 éves termék teljesítmény szempontjából ugyanazt fogja tudni, mint az új. Tehát nem kell félni attól, hogy azért, mert valaki nem egy teljesen új terméket vásárolt, amit előző héten gyártott a gyártó, ugyanazt a biztonságot, ugyanazt a kezelhetőséget, ugyanazt a futás teljesítményt, és ugyanazokat a paramétereket fogja megvásárolni. És akkor térjünk rá arra, hogy mit is akar az, hogy szabványos a gyártók által előírt tárolási mód. Ugye alapvetően a hőmérsékletet szoktuk kiemelni, hogy az nagyjából egy szobahőmérséklet legyen a tárolási hőmérséklet, ne legyen feszített állapotban az abroncs, tehát ne legyen az, hogy megnyomjuk az abroncs egyik részét, és akkor feszül, eldeformálódik, ne érje olaj, ne érje semmilyen oldószer a gumiabroncs felületét, hiszen a gumiabroncsban oldott öregedés gátlót ezek az oldószerek kioldják belőle, és ezzel viszont kárt tudunk tenni a gumi alapanyagban. A tárolási felszín is nagyjából egyenletes legyen, sima legyen, hiszen hogyha vannak kiálló részek, amik meg tudják sérteni, meg tudják váltni a gumiabroncs oldalfalát, akkor szintén tönkre tudják azt tenni, és ezáltal az élettartam jelentősen tud rövidebb. Tároláskor szoktunk olyannal találkozni, hogy mondjuk két rúd tartja a gumiabroncsot. Ugye fontos, hogy ha ilyen módon tároljuk az abroncsot, akkor időközönként, egy 3-4 hetenként egy picit fordítsunk az abroncson, hogy a rúd ne mindig ugyanazt a felületet nyomja meg, és ezáltal ne legyen egy deformáció, például a gumiabroncs rúdtól felé. Nagyon fontos még megemlíteni, hogy ha a gumiabroncsot nem felniről leszerelve tároljuk, akkor a kerékben nem növelni kell a nyomást, hanem pontosan egy 1-1,5 bárra csökkenteni. Sajnos nagyon gyakran találkozunk olyan megoldással, hogy a tárolás során jobb lesz az új alapon, megnövelik a kerékben a nyomást. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy én sem úgy alszom, hogy közben tornázok, hiszen úgy nem tudnak pihenni az izmaim, és valahol a gumiabroncs alkat része is ugyanígy van. Minél kisebb bennük a feszültség, annál jobban tudnak pihenni. Tehát kerékre szerelve a gumiabroncsot, a keréknyomását csökkentsük. Majd a következő szezon előtt persze állítsuk be a gyártó által előírt nyomásértékre, de addig is tudjon pihenni az abroncs. És akkor menjünk tovább még egy picit, ugye ami visszakanyarodik egy kicsit a gyártási dátumhoz, hogy miért fordul elő az, hogy sajnos nem tudunk venni csak mondjuk 1 vagy 2 éves abroncsot.
vannak olyan járművek, és vannak olyan méretű gumiabroncsok ebből kifolyólag, amelyek nagyon ritkák az út. Ha egy jármű ritka az utakon, ebből az következik, hogy pici az az igény, ami felmerül a vásárlók részéről, és amelyet le kell gyártani a gumiabroncs gyártóknak. Hogyha az igény az nagyon pici, akkor meg kell várni, még összejön az a rengeteg kicsi igény, és akkor kezd el egy gyártó gyártani az adott terméket. Hiszen gondoljuk csak végig, hogy egy termék legyártásához a gyártó kemencének le kell hűlnie. A gyártó kemence lehűlési ideje az egy nap, de ezt a kemencét vissza is kell melegíteni, ami egy másik nap, plusz a szerszámokat ki kell benne cserélni. Tehát elmondható az, hogy egy átállás, egy gyártósori átállás, ez legalább 3 napot vesz igénybe. És ugye ebből kifolyólag olyan hosszú az az időintervallum, hogy nem érné meg minden héten gyártási kapacitást tervezni ezekre az abroncsokra. Ezért van az, hogy igen, újként 2 éves gyártású abroncsot is le tud szállítani egy gumiabroncs gyártó, mert nem volt indokolt gyakrabban gyártani egy adott méretet. És akkor térjünk is rá a kísérlet lényegére. Ugye, ahogy említettem volt, ezt egy keménységmérő műszerrel fogjuk megtenni. Ugye nagyon fontos, hogy a mérés elvégzésekor a műszer is az előírt hőmérsékleten, és a gumiabroncsok is az előírt hőmérsékleten legyenek. Hiszen, hogyha a gumiabroncs és ezáltal a gumi keményebb, mert mondjuk alacsonyabb volt kint a hőmérséklet, vagy puhább, mert magasabb hőmérsékletről kerültek be a mérőhelységbe, abban az esetben a mérés nem lesz összehasonlítható, és nem fog megfelelni az iparági szabványok. Jelen esetben ugye mind a 3 gumiabroncs hőmérséklete és a mérő a hőmérséklete is megegyezik, és ebből kifolyólag a mérés elvégezhet. A mérés oly módon fog történni, hogy a nulláról induló mutató ugye minél inkább keményebb anyagba ütközik, az itt látható módon ugye annál jobban ki fog térni. Értelemszerűen az itt látható mérőtüskét kell a gumiabroncs felületéhez odailleszteni, rányomni a mérőret, és már látszik is, hogy a mutató elkezd kitérni, és ezt meg kell ismételni mind a 3 gumiabroncsnál, és ugye a mért értéknek természetesen meg kell egyezni. Gyorsan tegyük hozzá, ugye, hogy nyilván plusz-minusz értékek lehetnek. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az egyik gumiabroncson mondjuk 75-ös sorkeménységet mérünk, másikon mondjuk 74-est, teljes mértékben megfelelő. Hogyha az egyiken mondjuk 75-ös keménységet mérünk, a másikon nem mérünk csak mondjuk 60-as, 90-es, akkor ugye már előjönne az, hogy túl nagy a különbség a 2 keménységi érték között. Ebből kifolyólag igazolt lenne az, hogy egy nem megfelelő tárolás következtében maga a gumi alapanyag teljesítmény szintje megváltozik, tehát indokolt lehet az a feltevés, ugye ahonnan ide fordultunk, hogy bizony-bizony az idősebb gumiabroncsal óvatosabban kell bánni. Ugye a 3. mérés elvégzése után látható, hogy a 3 különböző életkorú gumiabroncs keménysége megegyezik egymással. És ez nagyon fontos, hiszen ugye, ahogy említettem, van egy új, néhány hetes abroncsunk, van egy 2 éves, és van egy 5 éves abroncsunk. De mivel a mérés végén azt kijelenthetjük egyértelműen, hogy mind a 3 gumiabroncs keménysége egymással megegyezik, ezért kijelenthetjük azt is, hogy a tárolás így módon nincs hatással, nincs negatív hatással a gumiabroncs teljesítmény szintjére.